Hát sziasztok srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, ez itt az NXPC, és nagyon szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, aki esetleg most tekinti meg a videót. Na srácok, hát Lies of P, bocsánat, csak annyi vizet ittam mostanában, hogy ez valami borzadály, és egy kicsit, hogy is fogalmazzak nektek, egy kicsit föl vagyok így, nem tudom, tudjátok, amikor kurva sok vizet isztok, és állandó jellegű a ez a most lejtsétek vissza, ez a böfögés, idehánytok basszusa izé a számítógép elé, azt az egy kicsit olyan frusztráló érzés tud lenni amúgy, hogy őszinte legyek, várjatok, kicsit ki kéne innen kattintani, várjatok, jó, oké, okay. Zsír, na, ki kéne innen kattintani, mindegy, szóval amikor sok vizet isztok, és akkor csak így püfögtök meg, felvagytok így egy kicsit puffadva. Sajnos muszáj hidratálnom, mert ugye mostanában egy kicsit egészségesebb életmódot folytatok a kelletétől, túlságosan is. De nem is annyira probléma, nekünk ez így megfelelő. Na, srácok, hát én hoztam nektek egy-két újítást itt a streambe. Kicsit még ilyen tesztfázisban van ez a dolog. Annyi a lényeg, hogy ugye a hétvégén, hát tudom, aki esetleg nem nézte a High Goal Life videókat, abban a High Goal Life videó elején azért elmondtam a dolgokat, hogy mik az újítások, de itt is elmondom a Lies of P-be, hogy a hétvégén, ugye hát ahogy megígértem, szintén nem tudtam teljesíteni nektek az ígéretemet, mert ugye időközben jött egy XSplit frissítésem is, és rájöttem, hogy miért dobálja le állandó jelleggel az USB a kamerát, és hát a legnagyobb probléma magával a szoftverrel volt, amivel a kamerát tudtam kezelni, úgyhogy itt a legnagyobb problémát ez okozta, úgyhogy most csináltunk egy szoftverváltást, oké? Okay? És annyi a lényeg, hogy előtte ugye ezt a Irion webkapot használtam, ami nyilván a mobil készülékekkel együtt kompatibilis. Szintén egy mobil készülékkel veszem föl, és a lényeg az, hogy most az XSplit saját kamera szoftverét használom, ez a Wacom nevezetű szoftver, és ez úgy néz ki, hogy megoldotta a problémát, egy kicsit talán élesebbnek is tűnik a kép, nem tudom, látjátok-e itt, milyen szépen gyöngyödzik a homlokon, meg ilyenek. Egy kicsit élesebb a kép, ráadásul ingyenesen felhasználható, mert az XSplit-tel még pluszba kompatibilis is. Úgyhogy annyi a lényeges, srácok, hogy van ennek a Wacomnek egy olyan funkciója, hogy automatikusan elkezd így frémelni a kamera, tehát automatikusan ráfókuszál egy adott jelenetbe, ez egy ilyen AI alapú téma, fölismeri az arcodat, a mozgásodat, stb., hogy mit csinálsz. Most jelen pillanatban azért nem működik, mert ugye a kezemmel gesztikulálok, bocsánat. Tehát a kezemmel gesztikulálok, és ugye ahogy mozog a kezem, ő azt hiszi, hogy neki ki kell bővíteni ezt a képet, de hogyha megáll a kezem, aminek ugye egy kicsit időigényes, amíg fölveszi, ugyanis ez egy beta verzió, tehát hogyha most megáll a kezem, akkor szerintem majd lassan elkezd majd rá fókuszálni, de akit érdekel, az amúgy a High Goal Life videóban azért meg tudja tekinteni, hogy hogy működik ez a dolog. Tehát most nem mozgatom a kezemet, megpróbálom így, hogy nem mozog, és akkor így kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzá, de egy idő után rám kezd el zoomolni, tehát azon ne lepődjetek meg, hogyha belemászik az arcomba a kamera, erről is lenne szó tulajdonképpen, most éppen azt nézegetem, hogy mit csinál, várjatok, hogyha így leteszem a kezemet, mert vagy, akkor szokott még, hogyha így elgondolkozva ülök itt, és akkor ugye a High Goal Life videóban ez így működött. Nem tudom, hogy itt működni fog-e, biztos észre fogjátok venni, hogy mozog a kamera, és ugye megpróbálja megtalálni a legmegfelelőbb pozíciót arra, hogy ugye neki, ez így, tehát hogy nektek ugye normálisan látható legyek. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye, kíváncsian várom rá. A véleményeteket mindenféleképpen írjátok meg akár erre, a Lies of P-re, vagy akár a High Goal Life-ra. Ezen a héten, egész héten ezzel el fogunk üzemelni. Meglátjuk, hogy mennyire lesz zavaró a tényező, és hogy mennyire tudjátok ezt így elfogadni, hogy van egy ilyen. Én nekem baromira tetszik, mert vannak olyan jelenetek, például, amikor az AI felismeri az arcomon például a meglepődöttség érzését, és akkor ráközelít magától, tehát így nem kell külön megvágnom a videót azért, hogy hogy magától ráközelítsen az arcomra, és akkor egy adott ugye kifejezés, vagy egy érzelmi kifejezést az arcomról lebírjon olvasni, tehát nem kell külön így kinagyítanom ezt a képet, ezt a méretet, amit most láttok, hanem annyi a lényeg, hogy
hogy így működni fog ez a dolog. Ez az egyik, a másik pedig van egy új hangszűrő rendszerünk, és nem az Nvidia-é, mert sajnos hiába volt benne Nvidia kártya, nem akarta nagyon működésre bírni ezt az Nvidia Surprise Control, vagy Surprise Size, vagy nem tudom, Surprise Control azt hiszem, tehát az a Noise Control, ugye? Hogy ugye a háttérzajokat leszűri, úgyhogy én találtam erre egy alternatív megoldást, és ez nem más, mint a CRISP nevezetű program. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, akinek problémái vannak az Nvidia-nak a noise kontrolljával. Nekem állandóan kifagyott tőle az XSplit, meg úgy alapból a számítógép, ez nyilván érthető, mivel AMD a videókártya, úgyhogy ja, ez miatt egy kicsit ja, problémákba ütköztünk. Az AMD videókártya is egy újabb újítás, ezt a múlt héten eszközöltem be nektek. Ugye a két live már 1440p-ben ment. Igaz, voltak frame dropok a videókban, de teljes mértékben elenyésző volt. Köszönöm Petinek innen is, hogy sikerült ellenőriznie nekem így a 1440p-t a Tímézia alkalmával, és azt mondta, hogy tökéletesen működik, sokkal jobb a képminőség, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Természetesen a videók képminősége is sokkal élethűbb, és sokkal jobb az FPS rátája, tehát hogy sokkal jobban tudunk forogni. Én ezt leteszteltem akár a Lies of P-vel és a High Gone Life-val is, illetve több játékkal is, amik itt jelen pillanatban rajta vannak a számítógépen. Úgyhogy amondó vagyok, hogy szerintem ez egy jó ötlet volt kicserélni, hát szerencsétlen 2 GB-os kártya már közeledett a mennyekbe, úgyhogy most fölváltotta őt egy RX 5700 XT, úgyhogy egy 8 giga, a maga 8 giga memóriájával. Hát konkrétan őszinte leszek, jelen pillanatban ilyen 40%-on fut, tehát ő tudna még egy jobb minőséget is előállítani, csak ugye elérkeztünk az internet sebességünk korlátjához, de reméljük, hogy ez a közeljövőben, mint ahogy itt a múlt hét, meg az előző hét, előtti héten, meg minden hétvégén tökölnek itt az internete, úgyhogy valószínűleg hamar ki lesz építve ez az üvegszálas internet nálunk, és akkor mindenféleképpen tudunk egy jobb minőséget produkálni. Megígértem nektek, hogy föltöltöm nektek a streamer gépemről a képet. Egyelőre még nem jutottam el odáig, ugyanis el voltam foglalva ezekkel a kamera meg a noise kontrollos témával. Tényleg visszatérve a noise kontrollos témára, ez a CRISP, ez tényleg egy nagyon jó szoftver. Nem kell külön konfigurálnod semmit, se egyszerűen csak föltelepíted, elindítod, magától felismeri a mikrofont, amin beszélsz, és automatikusan alkalmazza neked az adott beviteli eszközre ezt a noise controlt, ugye, és akkor így a háttérzajokat lebírod csökkenteni. Ez nekem nagyon jó, mert ugye, hát a párom is ugye itt élünk egy lakásba, és azért ez nem egy olyan rossz ötlet, hogyha, pillanat, úgy látom, hogy a zöld háttérrel még barátkozik a Wacom szoftvere, tehát ez egy igen nagy probléma azzal kapcsolatban, hogy ugye, na, tehát tudjátok, tehát neki is kell élni, nem zárhatom be őt a szobába, abig, amíg én itt veszek föl videót, mert azért egész hangosan beszélek, meg csöngetnek, meg mit tudom én, és kipróbáltuk mindent, tényleg nagyon jól működik ez a clips, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, úgyhogy ennyi a lényeg. Nos, Lies of P, ugye előzőekben eljutottunk a, nem is, hogy is hívják, azt hiszem, ugye tovább mentünk a Rose Isabel Street-en, és ugye belefutottunk egy ilyen bohókás bohócba, akit le kellene győzni, csak a probléma az, hogy teli van full eremivel, tehát ilyen lángszórós témákkal, meg minden, úgyhogy ezen fogunk máma valahogy átverekedni, legalábbis megpróbáljuk legyőzni a bohócot. Egy kicsit nehézkes lesz, mert elég fura mozgása van, és egy kicsit olyan nehéz ez a dolog. Meg lehet őt is törni valahogy, állítólag, de nem tudom, hogy ez hogyan fogom tudni kivitelezni. Elég nehéz mozgás kultúrája van a jóképű barátunknak, úgyhogy ezt majd mindjárt kiderül, hogy mennyire tudjuk őt megfingatni. Remélem, hogy könnyebben tudunk tovább haladni a játékba, mint ahogy én azt elterveztem. Úgyhogy majd ez kiderül, jó srácok? Majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye, és akkor majd a következő epizódban folytatjuk. Reméljük, hogy nem ragadunk bele úgy a Timéziába, mint, tehát nem ragadunk úgy a Lies of P-be, mint mondjuk a Timéziába, hogy már a harmadik epizód lesz a boss fight, de azt ne felejtsétek el, hogy én megígértem mindenkinek, hogyha a holnap utáni streamben, ugye a Timéziában nem tudunk tovább menni ezen a bosszon, akkor én ezt külön egyik hétvégén át fogom ugrani ezt a témát, megpróbálom legyőzni, legyűrni, és akkor már közel jártunk hozzá, két alkalommal is tényleg már ennyi híja volt az életének, tényleg egy ütés, de valahogy mégis minket szivatott meg a sors,
Úgyhogy úgy néz ki, hogy reméljük, hogy most már szerdán azért csak sikerül legyakni ezt a boss. Hát, hogyha ilyen az első boss, akkor nem tudom, van elképzelésem, hogy milyen a többi. Úgyhogy, ja. Tehát a ritmusát már tudjuk, meg minden király, csak annyi a probléma, hogy kicsit nehezebben birkózunk meg a dolgokkal, de megpróbáljuk ezt megoldani. De mivel most nem timéziázunk, hanem Lies of P-zünk, úgyhogy ezt visszük tovább. Úgyhogy srácunk, vágjunk is bele. Én át is kapcsolok nektek itt a Lies of P-re. Itt vagyunk. Továbbra is ezzel a game... Tehát ezzel a kontrollerrel fogunk játszani. Nem tudom, hogy mennyire fog az AI itt tenni a Lies of P-nél működni hogy is fogalmazzak nektek, a High Gon Life-nál működött rendesen, mert ugye nyilván billentyűzettel játszottam, tehát azért ez egy kicsit merőben más, mint így a kontroller. Kicsit úgy látom, hogy azért néha egy meg mozog, meg pozícionál, de jó lesz az. Én nekem tetszik. Nem biztos, hogy ennél a játéknál fog most valamit is tevékenykedni, mert azért elég sűrűn szoktam mozogni, meg ugye az ujjaimat is mutatja, és ugye minden mozgásra ugye elkezd kizúmolni, úgymond, ha lehet ezt így csúnyán fogalmazni. Úgyhogy meglátjuk. De úgy látszik, hogy most rázúmolt egy kicsit a kezeimre. Na! Jól van, srácok, hát akkor nem is dumálok ennyit, vágjunk bele, nézzük meg, hogy tudunk-e boldogulni ezzel a kedves enemivel, akivel itt tökölünk, úgyhogy majd mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye, jó? Na! Hát őszinte leszek azért, így a tesztek során valamilyen szinten azért föntartottam a gyakorlatot a játékon belül, de majd mindjárt kiderül, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kivitelezni. Na, hát váltsunk szerszámot, vagy nem tudom, nézzük meg, hogy hogyan tudunk ezzel menni. Én azt észrevettem, hogy sokkal, de sokkal jobb a játék FPS-e így a videóval, bármit ezzel az új videókártyával kapcsolatban. Úgyhogy ezzel nem lesz nagyon nagy problémánk. Oké. Ugye megnyitottuk előző körben a shortcutot itt. Kicsit lassú a kard, viszont baszó. És a legnagyobb hátránya, hogy hosszú. Ugye ezt fejlesztettük fel az előző körben. Hát nézzük meg, hogy mi lesz a végeredmény. Reméljük, hogy azért itt tudunk majd boldogulni. Oké. Hey. Hol van a golyó? Ez elég fura. Miért nem jött a golyó? Vigyázzunk el. Elindult a bohóc, barátunk. Oké. Okay. Már itt is van szerintem. Igen. Wow! Wow, 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 wow! Nem kéne! Oké. Okay. Kicsit el is fáradtunk. Hűha! Oké. Okay. Oké. Okay. Úgy láttam, hogy tudtuk sebezni, hogyha így csinál egy ilyen ultit. Vártok. Oké. Próbáljuk meg azért óvatosan viselkedni vele.
Mert elég kemény ellenférről van szó. Au! Hé, erről nem volt szó. Wow, what the hell? Tűha. Nem lesz egyszerű ezt legyőzni, hogy őszinte legyek. Már most szakad a kezemről a víz. Már nem azért a két filléré. Oké. Hű, hát ez így nem biztos, hogy jó ötlet. Elég kemény ellenfél. Oké. Hát én most őszinte leszek, egyszerűen tovább fogok futni. Most nem pazarlom itt az időmet. Elég fontos lenne őt legyőzni. Hát csak jönnek ők. Hello. Hát csak jó lett volna akkor ezek szerint, úgyis úgy tudtam, hogy utána fognak jönni. Jó, de hol volt innen a kis gurulós téma? Igen, ez hiányzott az előző részből. Kicsit ez szokatlan volt. Várjatok. Egy. Kettő. Jó, hát ez egy gyors kör volt. Oké, egyel kevesebb. Megérkezett a barátunk. Oké, tehát most megint a kamera. Valamiért a Rise of P nem nagyon szereti. Úgy tűnik. Jó. Oké. Egy pillanat, mindjárt visszavarázsolom nektek a kamerát. Valamiért ezt szoktam mostanában csinálni. Úgyis meg fogunk halni, több mint valószínű. Várjatok csak! Oké. Okay. Hadd jöjjön. Oké. Töltsünk életet, mert úgy tűnik, hogy ez most beszart. Wow. Oké. Oké. Kicsit megszérült. Valahogy próbáljunk meg vele valamit kezdeni, mert hogyha itt sokáig szaladgálunk, akkor annak nem lesz jó vége. Várjatok. Oké. Okay. Wow. Wow. Oké. Okay.
Töltsünk életet, az egy kicsit elmaradt. Bassza meg! De várjatok, csinálok valamit a kamerával. Egy pillanat. Már is. Már is megoldjuk a problémát. Úgy néz ki, hogy szerintem most működnie kell. Egy pillanatot hagyd kérjek. Hát igen, ez az USB probléma szavábra is fönnáll. Na, itt vagyunk, oké. Okay. Most úgy tűnik, hogy minden rendben. Ja. Vagy azt fogjuk csinálni, hogy háttérben hagyjuk az alkalmazást, mert úgy néz ki, hogy nem akar működni. Na jó van, valamiért így az alkalmazásokkal problémája van, tehát automatikusan elkezdi leállítani az alkalmazást a számítógép, hogyha, várjátok, ez 181 plusz 76, ez meg 181, 168 plusz 61. Nem tudom, hogy mivel kellene elindulnunk komolyan, viccen kívül. Menjünk a szokásos bevált karddal, mert ezzel tudunk azért egy-két dolgot. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Úgy néz ki, hogy ez elég kemény volt. Nem mindegy. Habár nem mindegy. Mert utána fognak szaladni. Oké. Okay. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni majd legyőzni ezt a rohadt bohócot, de igyekszem. Hát throwing cellünk már van. Oké. Okay. Ezen már túl vagyunk. Oké. Okay. Mindjárt jön a golyó. Nem volt esélye begyújtani. Oké. Okay. Ennyiből már azért tapasztaltabbak vagyunk. Bassza meg. Oké. Okay. Oké. Okay. Na jó. Hát ez semmit nem ért neki. Nem is tudom, hogy hogy kellene őt legyőznünk, hogy őszinte legyek. Wow, wow, wow. Oké. Okay. Hát eddig nem sok mindent szedtünk le róla. Ugye elkezdik nekünk pörögni. Wow! Basszátok meg! Mi a picsával öljen meg? Az a baj, hogy semmire nem reagál, tehát még a tűzre se. Majd mindjárt megnézzük a kis témával, ugye a kis késünkkel. Fogalmam sincs, hogy mivel szedjem le, egyelőre még nem jöttem rá. Megnézzük a kis kést? Basszátok meg, ez hozzá se tudok érni. Maradjunk annyiba. Csak a kis késnek nincsen akkora sebzése. Baromi gyors, de...
Oké. Hát, fogalmam sincs, srácok, most éppen azon agyalok menet közben, hogy mi a túrót kezdjek ezzel a rohadt bohóccal. Nem tudok odaférni a közelébe. Ó, oh, várjatok. Oké. Okay. Elég hard ez a rész, hogy őszinte legyek. Jó. Megérkezett a barátunk. Oké. Közben itt eltérhítjük innen a... Oké. Okay. Na! Hát próbálkozzunk meg vele. Elég kemény. Ó, oh, az baj. Ó. Oh. Hát sokra nem fogunk menni vele így, ez biztos. Ez a tüzes kés, ez nem sokat segít alatba. Töltsünk életet, mert baszók a támadásai. Várjatok! Az baj, fut! Nem lesz jó. Ezzel meg nem fogjuk tudni legyőzni. Oké. Okay. Hát ez édes kevés lesz, srácok. Szerintem. Bassza meg! Nem egyszerű a történet. Ó, oh, visszafele is megütött. Oké, okay, majdnem hozzánk ért. Próbáljunk meg szerszámot váltani, mert ez a kés, ez igen kevés. Vártok? Gyorsan, aa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 
Arra vagyok kíváncsi, hogy kibírjuk ezzel vajon perízni? Látok csak. Látok csak, erre most kíváncsi vagyok. Ki lehet amúgy őt perízni egyáltalán? Most úgy komolyan. Na gyere. Arra egy még itt. Itt vagyunk? Most vagyunk jó helyen? Jó helyen vagyunk most, igen. Na gyere.
Oké. Várjatok csak egy kicsit. Oké, tehát úgy látszik, hogy annyira nem vesz le sokat. Jó, kevés volt az életem, ezt még megpróbálhatjuk, ha gondoljátok. Átváltunk a baszúik kardomra, kicsit gyűjtünk bele egy kis lélekenergiát, mert akkor gyorsabb lesz. Ezt nem tudjuk használni, igaz, hogy baszó, de átmegyünk a nagyobb kardunkra, erre. Most ezzel fogunk szaladgálni egy jó ideig. Várjatok. Oké. Okay. Oké. Okay. Kicsit lassú így a kardunk még, de megpróbáljuk fölgyűleszteni ezt az első kockát, hogy átbírjunk kapcsolni neki. Oké. Okay. Cseh! Mert ennek viszont nagyon jó a védekező képessége, én úgy tudom. Oké. Okay. Hogy jöjjenek a bátorok. Hát ez még lófasz, úgyhogy csinálunk egy olyat, ami pont nálunk nincsen. Várjatok. De van. Oké. Okay. Na. Kicsit elhúzzuk ide. Itt nem tud annyira mozogni. Na gyere! Ne vigyorog! Oké, okay, ez hiba volt. Amúgy nem rossz így. Igen, oké. Okay. Úgy néz ki, hogy kibírjuk őt védeni. Sőt, egész hatásos így kicsúsztatva. Sőt, meg is bírjuk őt törni elég rendesen. Akkor kellett volna mögé menni, amikor úgy megszérült. Csak hát ugye pont a tűz ott volt. Megpróbáljuk így még, jó? Ebbe a 15 percbe még befér. De kíváncsi vagyok, hogy tudjuk-e csinálni vele. Kicsit gyűjtünk még ide a lélekpontokat, mert úgy látszik, hogy ez igen kevés volt. Van egy Fable Catalystünk, úgyhogy azokra még nyugodtan rá tudunk gyújtani. Várjatok. De már lehet, hogy kell. Várjatok. Oké. Okay.
Wow! Bassza meg. Elfelejtkeztem róla. Nagy sietségembe. Oké. Okay. Na gyere! Baszd meg! Na, fogytunk. Hát csinálj, hagyd ködöljön. Oké. Okay. Na gyere! Hát... de úgy jött össze, hogy kell. Az a baj, hogy sok ez a kis köcsög. De amúgy tényleg nagyon sokan vannak itt körülöttünk, akik ilyen kis picik. És a tököm ki van velük, hogy ővelük kell megküzdeni. Holott amúgy ott lenne a bohóc, és nem, az a baj, hogy ő már elindul addigra. Van még egy ötletem, hogy mit tudnánk még esetleg vele kezdeni, de nem biztos, hogy az... Ó, hát légyünk meg az kapok amúgy itt a cuccokat, ami nem is annyira nagy probléma. Oké. Okay. Egy kicsit elfogyott az energiám. Jó. Halló? Oké. Okay. Elindult a barátunk. Váltsunk át. Kicsit élezzük meg. Megnézzük, hogy mit szól hozzá. Na gyere. Gyere, apa. Gyere! What? Meg fogunk halni. Oké! Okay. Ezzel nem jutottunk előrébb, tehát a nagykar túl lomha ahhoz, hogy jó legyen. Jó lenne, csak hát az a baj, hogy béna vagyok. Hát nem igaz, hogy ezt a rohadt bohócot nem bírom megölni, de most már komolyan amúgy. Tehát az agyamra megy, hogy egyszerűen nem birkózok meg vele. Várjatok. És de most nem tudom, mostanában nagyon rámálltak ezek a Souls játékok. Most úgy látszik, hogy egyikbe sem tudok nagyon túlmenni. Nem tudom, mi az oka.
Oké. Valamiért a bohócnál nem nagyobb működik ez a fizikailag való támadás, és lehet, hogy ennek az a problémája, hogy amúgy elég gyenge vagyok, valószínűleg. Vagy béna. Ez a két lehetőség van. Oké. Okay. Jól van. Na gyere! Bassza meg! Nem lesz ez így jó. Semmit nem ér, semmi. Konkrétan. Nem igaz. Fasz meg, de mi a fasz? Nem igaz, nem tudom kikerülni. Tehát, hogy egyfolytában vagyok, nem tudom, hogy mivel kéne őt megpiszkálni, fokkalmam sincs, te köcsög nagyon. Tehát, hogy úgy látszik, hogy most nincsen nagy szerencsém a Souls játékokkal, ami rohadtul idegesítő. De figyeljetek, megpróbálunk még valamit. Fogalmam sincs, mit kéne csinálni. A nagy karddal eddig hatásosak voltunk, de őszinte leszek... Vagy az kéne, hogy magammal viszem a nagy kardot, és... és akkor menet közben átváltok, de akkor meg nagyon gyenge lesz a támadó, ami nagyon nehéz leszek, és akkor lassan tudok mozogni. Mondjuk nem biztos, hogy rossz ötlet, de... Várjatok! Azt mondja... Tegyük be a nagy kardot, megnézzük, de nem valószínű, hogy ezzel előrébb leszek. Sőt. Oké. Oké. Nem jó.
Fele akadt. Basz meg, a barátunkat találtuk el. A kis köcsögöket kéne megölnünk. Oké. Oké. Na nézzük. Oké. Hey. Basz meg, nem hiszem el. Pedig jó lenne, nagyon viszi ez a nagy kar, csak kérdés az, hogy hogyan tudjuk legyőzni. Na jó van, srácok. Hát erre úgy néz ki, hogy a következő alkalommal sor kerül. Rohadt nehéz ezt a bohócot megölni, össze-vissza ugrál meg minden lófasz. Úgyhogy srácok, én Amondo vagyok, találkozunk a következő epizódban, én addig visszamegyek a Kret Hotelbe. Lehet, hogy itt fogunk ragadni úgy, mint a... egyre nehezebben birkózok meg különben mostanában ezekkel a Souls játékokkal. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen, mit baszok el, vagy mi lenne a probléma. Meglátjuk, jó? Kurva nehéz. Tehát ez a rohadt bohóca egyelőre nem nagyon tudok mit kezdeni, semmi nem hatásos se, úgyhogy visszajöttünk most a Kret Hotelbe. Na jó van, srácok, hát úgy látszik, hogy az AI most így nem nagyon akart szuperálni itt a kamerába, a Lies of Pini, úgyhogy sok értelme nincs a Lies of Pini, mert ugye joystickkal játszok, és ezt ugye ő érzékeli. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye, jó srácok? Sajnálom, hogy nem bírom megfingatni ezt a bohócot, de ez még csak a más és, tehát a egy és fél epizódja csinálom ezt a dolgot. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye. Reméljük, hogy nem lesz ezzel probléma. Hát, passzus, pocsi. Nem vagyok egy nagyon profi, igyekszem azért rájönni, hogy hogyan tudom őt megfingatni. Egyelőre nem megy. Kibírjuk őt, meg el tudunk gurulni, de valamiért nem nagyon akar szuperálni ez a dolog, úgyhogy srácok, addig agyalok rajta, úgyhogy találkozunk szerdán, addig is mindenkinek szép hetet, kitartást a munkába, és jók legyetek, vigyázzatok magotra, találkozunk szerdán, sziasztok!